Köszöntöm Önöket, a Kaleidoszkópot látják! Mai adásunkban elsőként Bokor Juttával, a Rákoshegyi Bartók Zeneház kuratóriumi elnökével beszélgetünk közelgő programjaikról. Ezt követően egy összeállítást láthatnak a Jazzpresso programsorozat szezonnyitó előadásáról. Műsorunk végén pedig Klein Marianna, a Vigyázó Sándor Művelődési Központ igazgatója lesz a vendégünk, aki beszámol a kerületben megrendezésre kerülő őszi rendezvényekről. Tartsanak velünk! Szeptemberben több kerületi kulturális intézmény készül programokkal az érdeklődők számára. A Rákoshegyi Bartók Zeneházban is elindultak az őszi programok. Erről beszélgetünk a következő percekben vendégemmel, Bokor Juttával, az intézmény kuratóriumi elnökével. Üdvözlöm a műsorban Bokor Juttát, a Rákoshegyi Bartók Zeneház kuratóriumi elnökét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Köszönöm én is a meghívást, üdvözlöm Önöket sok szeretettel. Ugyebár szeptemberben már a Zeneházban is megkezdődnek az őszi programok, most szeptember 15-én a Gregor József Általános Iskolában tartottak egy ismeretterjesztő előadást. Kik voltak itt a közreműködők, hogyan zajlott ez az esemény? A Pengetős trió lépett fel tegnap a Gregor iskolában, ez volt a bérletünk első koncertje. Berta Alexandra művészeti vezető, hogy egy csodálatos népzene pedagógus, tanár, művész, énekesnő, aki hát interaktív módon mesélt a gyerekeknek a citeráról, a pengetős hangszerekről, és hát én azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon jól érezték magukat, az eső, a vihar elindult, úgyhogy egy pici áramszünetet is kaptunk, de hát a gyerekek úgy az életben tényleg rendkívül sokat tanultak, ritmusképleteket tanultak, énekelni tanultak, úgyhogy én azt gondolom, hogy hasznos volt a pici elsősöknek, akik hát ugye most még nem tudják, hogy zajlik egy ilyen koncert, mert hát ez volt az első az OVI után. Ugyebár a Zeneház rendszeresen tart oktatási intézményekben előadást, illetve koncertet, miért tartják ezt fontosnak, hogy a gyerekekhez már ilyen pici korban közelebb hozzák a zenét? Nagyon fontos. Nagyon fontos, mert a gyerek, ugye itt például egy ilyen komoly zenei foglalkozáson, vagy egy népzenei foglalkozáson nyugodtan mozoghat. Tehát nincs az a fegyelem van, mert ugye mi igyekszünk nagyon oktroaktív és nagyon, nagyon interaktív módon hozzájuk közelíteni. Szeretnénk, ha ők jól éreznék magukat, de szeretnénk újabb és újabb ismeretekkel ellátni őket. És én azt gondolom, hogy ez azért fontos, mert azok a gyerekek, akik átesnek ezeken a hangversenysorozatokon, megtanulnak ülni, megtanulnak figyelni, ezek a gyerekek másként fognak az életben és sikereket elérni. Nekünk pedig ugye az a célunk, hogy minden gyereknek legyen hivatása, boldog legyen, a saját életében legyen megelégedett, és azért a zene, a harmónia, a belső harmónia kialakításához nagyon-nagyon jó eszköz. Milyen visszajelzéseket kapnak akár a tanulóktól, akár a pedagógusoktól, szülőktől? Szeretik. Hát ugye a szülők gondolom, hogy szeretik, mert akkor nem iratnák a gyerekeket be az egyes foglalkozásokra. Tegnap is azt mondták, hogy ugye 80 székünk van, 80 gyerekünk lesz, de hát látom, hogy az emeletekről az, hogy csak-csak bekukucskálnak a gyerekek, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk egy véges számunk van, ugye 80 embert ültethetünk csak le, 80 kicsi embert ültethetünk le a zeneházban, tehát nem lehet nagyon-nagyon sok gyerekre szervezni, de hát egy iskolában ott azért sokkal többen vannak, és ez nagyon nagy öröm. Nagyon nagy öröm. A szülők szeretik, a tanárok beépítik a tananyagba, várják, minden évben a tanárral együtt, tehát én elmondok egy listát, hogy körülbelül én mire gondoltam, és akkor ő azt mondja, jaj, de jó, mert ez most ebben az évfolyamban lesz tananyag, az a másik évfolyamban, tehát én azt gondolom, hogy mi a zenénkkel, a zenei választékunkkal nagyon tudjuk a tanároknak a munkáját megsegíteni. Térjünk rá egy picikét a jövőben megvalósuló programokra. Ugyebár a Zeneház idén is csatlakozott az Arszakra fesztiválhoz, ennek keretében szeptember 18-án a Magyarok Nagyasszonya templomban adnak majd egy koncertet. Mit tudhatunk erről az előadásról, kik a közreműködők a repertoárról? Nagyon régi barátaim, több mint 40 éve muzsikálok az Albert Schweitzer kórus és zenekarral, Kenesei László a karnagyuk, a vezetőjük, karmesterük, betanító karmesterük, úgyhogy ők idén eljönnek. Most ez a koncert már múlt héten a Péter Pál templomban Óbudán elhangzott, úgyhogy ez már a második hangverseny, ez részben az Arszakra,
részben pedig a Nemzeti Kulturális Alapprogram egyik pályázatába is beletettük, úgyhogy én azt gondolom, hogy most ezzel ezt a kettőt nagyon sikeresen tudjuk majd befejezni. Szabó Kitünde, Daróczi Tamás, ő most jön először így nekünk énekelni oratóriumot, Cser Péter lesz, és jó magam a szólisták. A koronázási misét adjuk elő, ez Mozartnak egy grandiózus, nem nagyon hosszú miséje, és még Handel Concerto Grosso tételek is elhangzanak majd. Folytatásképp szeptember 25-én Bartók Béla halálának 77. évfordulója alkalmából adnak majd koncertet. Mit tudhatunk erről az eseményről? Ez is egy összetett program lesz, tulajdonképpen három részből áll a koncert maga. Először koszorúzunk, jön polgármester úr, Horváth Tamás polgármester úr megtisztel bennünket. Ez nagyon fontos nekünk, ugye, mert gyerekeket is hívtunk, méghozzá a Fehér Galamb Országos Népzenei Verseny díjazottjai, akik kerületünk büszkeségei. És egy olyan zongora művészt kértünk föl Kovács Gergely személyében, aki a jelen kor sztár pianistája, fiatal, ráadásul rákosmente büszkesége is, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ezek a gyerekek lássák azt, hogy ha tanulunk, gyakorolunk, sikereket érünk el, és ugye mi ebben a Bartók Zeneházban hozzásegítjük őket, akkor esetleg, hát nem biztos, ugye mindenkiben benne van a nagy lehetőség, akkor mi is válhatunk Kovács Gergelyekké. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Gergő egy etalon, Gergő egy példaértékű fellépő lesz, és a Gregor József, a Körösi Csoma Általános Iskola Gimnázium, illetve a Balassi Gimnázium növendékei fognak énekelni egy-egy számot. Lesz egy kicsit német nemzetiségű is, itt Dávid Kriszti volt a partnerünk, úgyhogy egy picit másabb lesz most a koszorúzás, úgyhogy ha az idő engedi, akkor kint énekelnek a gyerekek, ha nem, akkor ők kezdik bent a teremben, és utána jön Gergely. A Kisházban most fejeződik be, ez lesz az utolsó alkalom, Rabkovács Éva, Bartók Béla, Kékszakálú Herceg Vára, Misztérium sorozatának két ajtaját bemutató festményei, úgyhogy hát Évától most ezennel megválunk, nagyon köszönjük neki, hogy ilyen hosszú ideig itt hagyta ezeket a csodálatos alkotásokat, nagyon sokan látták, és hát akkor bizony a 25-i ünnepség után leszedjük a kiállítást is. 30-án lesz egy jazz koncert, ez a Köszönjük Magyarország sorozat, a Gáspár Trió játszik. Ők sem voltak még a Bartók Zeneházban, tehát én ezt fontosnak tartottam, hogy őket is ugye említsük meg, hát ha lesznek, akik épp a jazz rajongása miatt tudnak eljönni erre a nagyon színvonalas projektre. Októbertől pedig a mesterkurzusok is ismét folytatódnak. Ez alkalommal kik azok a művészek, akik kurzusokat tartanak, és hány alkalomról van szó pontosan? Október 1-én, 8-án és 15-én, tehát minden szombaton, minden hétvégén, pedig a második Kárpát-medencei fesztivál versenyének a díjazottjai, illetve a felkészítő és művész tanárai adnak kurzust. Itt például ilyen személyiségek jönnek, mint Németi Attila. Attiláról azt kell tudni, csak hogy Gergelyre visszautaljak, ugye, hogy Gergő is 4 éves korától zongorázik, hát bizony Németi Attilát 8 éves korában már a Zeneakadémiára vették fel az ifjú tehetségek iskolájában. Tehát ő egy nagyon nagy etalon, aztán most ő nem akar koncertet adni, de természetesen egész nap kurzust ad magyar és külföldi növendékeknek, lesz neki japán, kínai, és természetesen sok magyar növendéke, akik az itteni zeneakadémiákon tanulnak, tehát jönnek a Szegedi Egyetemről is. Aztán 8-án egy másik csoda etalon, Eckhardt Gábor, aki majd októberben egy szólóestet ad. Még nem tisztáztuk le pontosan a dátumot, mert Gábort is szétszedik a különböző kurzusokra, a különböző versenyekre, zsűrielnöknek vagy kurzustanárnak, úgyhogy Gábornak most nagyon kaotikus még a koncertprogramja, úgyhogy ha lehet, akkor még október végén megtartjuk az ő szólóestjét, ha nem, akkor novemberre fogjuk tenni, és ismét egy csodálatos teremtés jön Körösiné Belák Erzsébet, ő a Szent István Konzervatóriumnak a tanára, tanszékvezető zongora tanára, kurzusnak a szervezője, illetve valójában mi csak a helyet adjuk, az pedig a Kárpát-medence Fesztivál. Itt Bonnyai Apolka nevét kell
elmondanunk, hiszen ezzel a mostani kurzussal, nekünk is volt egy kurzusunk márciusban, de ezzel a mostani kurzussal Apolka kért meg, és mi a helyszínt biztosítjuk, illetve hát én segítek, mert azért most már elég nagy gyakorlatom van a gyerekek beosztásában, meg visszaválaszolgatok, meg telefonálgatok az egyes tanároknak, meg a növendékeknek, tehát itt Apolka biztosítja a tanároknak a honoráriumot, tehát ő támogatja a mi lehetőségeinket, úgyhogy ez egy nagyon kiváló, most már második éve egy csodálatos kulturális együttműködés. Én nagyon örülök, hogy ő ismét a segítségünkre van, és ezzel színesedik a mi programunk is, hiszen ő egész Kárpát-medencében hirdeti ezt a fesztivált. Jó néhány programot, illetve eseményt felidéztünk most beszélgetésünk során. Van esetleg még olyan programja a Zeneháznak, amiről nem esett szó, de szívesen megemlíteni? Hát most készülünk egy új bemutatóra, és ez nem kis szervezést, illetve tanulást igényel. 2008-ban mutattuk be Ambrus Ákos Baranyi Ferenc librettójára készült Bogáncs meseoperánkat. Ezt az előadást nagyon sok felé játszott, hát a Magyar Állami Operában is éveken keresztül a Király lépcsőn. Borzasztó sikereink voltak vele, végigjártuk vele a fél országot, tényleg az operában csak kiírták, hogy Bogáncs, és már a nagymamák telefonáltak, hogy miért csak ennyiszer játsszuk. Tehát nagyon nagy siker volt. Most is tervezzük a Bogáncsot, csak ugye a Bogáncsnak az előadása az elég bonyolult, tehát nagyon-nagyon sok jelmez, díszlet, vetítés, és ahogy haladunk az előadás során, mindig valami újat és újat kitaláltunk, úgyhogy az előadásnak sosincs vége, mármint hogy az előadás kialakulásának nincs vége, mert mindenkinek van egy jó ötlete. Tészántó György fotóit használtuk, nagyon-nagyon impozáns volt, és akkor Baranyi Feri adott nekünk egy librettót, Mátyás király történeteket, Mátyás király meséket, ez a Szállt a Holló című mesesorozatot. De hát Ákos akkor ezt a darabot mindig a talomba tette, és nem mutattuk be, illetve hát nem írta meg a művet. Na, most végre sikerült, megírta, tüneményes lesz, nagyon aranyos lesz, nagyon látványos lesz, mert most megint használjuk majd Szántó Gyurinak a fotóit a Visegrádi palotáról. Nagyon sok képét megkaptuk, ezeket használhatjuk, és hát a gyerekeknek ugye 4 összefüggő mesetörténetet fogunk elmondani. Daróczi Tamás itt is az egyik szereplő, Mátyás királyt maga a zeneszerző, Ambrus Ákos, mert ő egyébként baritonista az Operaházban, ő ének és zeneszerzés szakon végzett a Zeneakadémián, úgyhogy Ákos énekel, írtam, játsztam, rendeztem címmel, úgyhogy ő lesz Mátyás király, és akkor van egy nagyon aranyos kis prológus, amiben ugye elmeséljük a történeteket, és hát természetesen nagyon veretes maga a versikék, a szövegek, hiszen Baranyi Ferenc írja, aki hát írta, aki hát ugye a Divina Komédiát is fordította, tehát ő az ő szavaiban, az ő kifejezéseiben nagyon-nagyon azt hiszem, hogy alá tud merülni majd minden tanár és minden gyermek. Mikorra várható az előadás bemutatása? Október 17-én 10 órakor, és aztán 20-án szintén a Gregor Bérlet második koncertjébe tesszük be, és a körös is gyerekek jönnek 11-kor, 14:30-kor a Gregoros gyerekek jönnek. 17-én 2 óvodát várunk, azt tudom, hogy Veszprémi Julika az óvoda vezető, úgyhogy Julikával egyeztettünk, és ezek a csöpségek is jönnek. A picikéknek egy picit természetesen majd más lesz, de ugyanazt kapják, tehát az az érdekes, hogy a 6 éves gyereket is már mi felnőttként kezeljük, és ugyanazokat a veretes szövegeket, zeneszámokat fogják megkapni, amit majd a nagyobbacskák. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát és sok sikert kívánok Önöknek. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Elindult a nagy népszerűségnek örvendő Jazzpresso programsorozat legújabb évada. A szeptember 11-i nyitóesten a Szendőfi Fúzió Group lépett a színpadra a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. Az 1992-ben alakult formáció alapításának 30. évfordulója kapcsán az országot egy jubileumi koncertsorozat keretében járja, melynek Rákosmenti állomásán főleg a legújabb albumukról, az XXX címet viselő lemezről játszottak szerzeményeket.
Újfent a jazz kedvelő közönség vette birtokba a Vigyázó Sándor Művelődési Központ auláját szeptember 11-én, mivel aznap ismét útjára indult a nagy népszerűségnek örvendő Jazzpresso programsorozat. Az idei évadot a Szendőfi Fúzió Group nyitotta meg, aki korábban a rendezvény folyam több mint 20 évvel ezelőtti kezdetekor az első fellépők között szórakoztatták a megjelenteket. Szendőfi Péter a formáció dobosa, felidézte a zenekar 1992-es alapítása óta történt eseményeket. Én akkor voltam végzős a jazz tanszéken, és akkor kezdtek el olyan zenekarok nemzetközi szinten megjelenni, mint például a Csikora Electric Band, akik nagyon nagy hatással voltak ránk, és eldöntöttük akkor a Studnicki László Zsatyi basszusgitáros barátommal, akivel sokat játszottunk már akkor együtt, hogy kéne egy hasonló zenekart csinálni, és ennek nyomán indult el 92-ben ez a dolog, és aztán így találtuk a Kormos Janó gitárost magunkhoz, illetve akkor még a Csejtei Ákos volt a szakszofonos, és így kezdtünk egy kvártetben akkor 92-ben próbálni meg számokat összerakni. Végül is egészen 2000-ig kvartett formában voltunk, és 2000-ben Romhány Áron billentyűs csatlakozásával lettünk öt tagúak, és nem fúzió kvintetet szeretünk volna, mint név, hanem fúzió grupot. Közben a Romhány Áront lecserélt a Tálas Áron, a név maradt, a keresztnév maradt, és most vele játszunk. Tehát most már fúzió grup vagyunk 22 éve. Az együttes alapvető zenei kompozíciója mindig is a megújulás, a progresszív zenei gondolkodás volt. Nagyívű dinamikai skála jellemzi a szerzemények előadásmódját, amely tendencia mind élőben, mind pedig az albumukon is megfigyelhető. A progresszivitás az nagyon jellemző ránk, rám is, mint zeneszerzőre, tehát ha visszatekintünk az eddigi 8 albumunkra, akkor nagyon színes és nagyon, nagyon változatos, nagyon nagy eltérések vannak az albumok között. Szerintem ez természetes, mert mindenféle zenét hallgat, ami hatással van rá, és ez rányomja bélyegét a szerzeményekre, meg a játékmódra is. És igen, ahogy mondtad, a fúziós jazz talán az alapvető virágzat, de nagyon sok minden stílus keveredik ebben a zenében, amit mi játszunk. Tehát a progresszivitás is nagyon jellemző. A zenekar idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. A Szendőfi Péter dob, Elek István szaxofon, Tálas Áron billentyűs hangszerek, Szuna Péter basszusgitár és Kormos János gitár alkotta formáció az elmúlt 3 évtizedben egy teljesen egyedi hangzásvilágot alakított ki. A zenéje a zenekarnak változott, ugye a Szendőfi Peti a zenekarvezető dobos, a zeneszerző, mindent ő csinál gyakorlatilag, tehát ha ő nem csinál semmit, akkor a zenekar nincs. Jó, hát mi hozzáteszünk a magunk kis kreativitását, ha sikerül. Na most ő elkezdett, tehát ő zeneszerzésileg fejlődött nagyon sokat, alakult. Én mondanám, hogy nehezebb, kevésbé populáris, összetettebb kompozíciókat ír már, mint régen. Régen azért inkább ez a, ha meg nem sértem őt, kicsit ez a, majdnem, hogy ilyen jazz-pop irányból, kicsit funkisabb dolgokból, egyszerűbb, slágeresebb dalokkal szerepeltünk. Most már ezek nem így vannak, tehát nehezebbek, összetettebbek a kompozíciók, gyakori a páratlan. Ez mondjuk régen is előfordult, de 5/4, 7/8, bármi ilyesmi. Tehát zeneileg egy differenciáltabb, összetettebb, nehezebb zene lett, ami én azt kell, hogy mondjam. Ugye amikor elindult ez a dolog, akkor az volt, hogy először jazzzenészek elkezdtek mondjuk, hogy rockosan játszani, a torzítós gitár, meg a dob, nem cím, hanem 2/4, meg szintetizátor, és akkor az milyen érdekes volt. Akkor ma már nagyon sok árnyalata kialakult, tehát a szélsőséges, amikor a rockzenész egy nagyon picit jazzesen játszik, a jazzzenész egy picit rockosan. Szerintem így nagyjából középen vagyunk. Hát én például, mint gitáros igyekszem, tehát a rockos gitár technikákat is használni, torzítós hangzás, nyújtogatás, ez az amaz. De abszolút jazzes harmóniákra játszunk, jazzes dallamokat játszunk, improvizálunk. Tehát a rockos elemek, szerintem inkább a jazz, inkább jazzt játszunk, elektronikus, rockos hangzású jazzt.
Szendőfi Péter elmondta, az együttesre inspirálóan hatnak egyebek mellett a jazz nagyjai, valamint a fiatalabb generáció meghatározó művészei is. Hát nagyon sokan vannak, ráadásul mindnyájunkat külön más-más zenék és zenészek inspirálnak, és ami nagyon fontos, hogy nem csak a fúziós jazzből inspirálnak minket, hanem ez kicsit olyan, mint amikor máshonnan kapsz ihletet ahhoz, hogy egy bizonyos dolgot csinálj, tehát hogy mit tudom, olvasol egy jó könyvet, és utána egy szép dallam eszedbe jut, tehát nem feltétlenül kell, hogy abból a stílusból legyen a dolog, tehát a jazz hagyományos értelembe vett őseitől is veszünk nagyon sokszor inspirációt, a mai fiataloktól is, tehát a legfiatalabb generációnak a nagyjaitól is, és szóval nagyon-nagyon széles a skála. A Szendőfi Fúzió Group a kerek évforduló alkalmából egy új albumot adott ki, melynek címe XXX. Mindemellett pedig a tagok egy különleges, jubileumi előadássorozatot indítottak évelején, ennek keretében március óta koncerteznek országszerte, melynek során főként az új lemez szerzeményeit mutatják be a hallgatóságnak. Ez talán a 10. Március elején kezdtük el ezt csinálni, április elején jelent meg az XXX című jubileumi albumunk, aminek a bemutatója lesz itt most ma este, és ezen kívül van még 4 koncertünk az idén Budapesten, pár vidéki városban, illetve Szlovákiában is egy decemberben. Tehát így fog kinézni ez a 15-16 koncertből álló jubileumi koncertsorozat. Voltak éppen az egész albumot eljátszuk egy az egyben, és a ráadásként szoktunk játszani, hogyha a közönség igényli, akkor egy-két olyan szerzeményt szoktunk játszani, ami korábbi albumokról való szerzemény. Évtizedekre lebontva nagyon sokat változunk, ami már az utóbbi években egy ilyen tendencia lett a lemezfelvételeinkkor, hogy minden albumon egy vagy két ilyen úgynevezett kollektív improvizáció van, ami azt jelenti, hogy nem beszélünk meg semmit előre, hanem valaki valamit elkezd játszani, és csak fülből játszunk. Tehát nincs szerzemény mögötte, nincs hangszerelés mögötte, hanem kifejezetten csak az érzésünkre egymást figyelve játszunk, és ezek általában nagyon jól szoktak elsülni. Azért csináltuk ezt az utóbbi években, mert hogy olyan régóta játszunk már együtt, hogy zeneileg ilyen félszavakból is megértjük egymást, hogy akkor miért ne legyen ilyen. És nagyon érdekes dolgok szoktak születni, úgyhogy ez abszolút, meg egyébként is nagyon jellemző az albumra is, meg az utóbbi jó néhány évben már, hogy rengeteg improvizációt tartalmaz ez a fajta zene, tehát dacára annak, hogy nagyon kötöttek a szerzemények, a témák, a harmóniák, azok nagyon szinte hangról hangra ki vannak találva. Az improvizációs részek viszont teljesen szabadok, tehát minden számban van egy ilyen nagy ellenpontozás a témák és az improvizációs körök között. Szendőfi Péter hozzátette, a legfőbb életérzés, amit a színpadon állva közvetíteni szeretnének a közönség felé, az nem más, mint a zenélés öröme. Nem próbáljuk ezt, nem is kell szerintem túlfejteni, hanem az adott pillanatnyi lelki állapotunkat próbáljuk meg interpretálni, közelebb vinni a közönséghez. Tehát azt gondolom, hogy aki vesz, mit tudom én, 1000-1500 forintért egy jegyet egy koncertünkre, az arra kíváncsi, hogy mi legbelül milyenek vagyunk, és mi ezt próbáljuk meg átadni teljes mértékben. Gyárfás István, a Jazzpresso házigazdája az őszi évadra vonatkozóan elárulta, csak úgy, mint a korábbiakban, az elkövetkezendő hónapokban ismét színvonalas előadásokkal készülnek majd a fellépők. Októberi fellépő az a Lakatos Ágnes, jeles énekesnőnk, aki a jazz tanszéknek, az Akadémia Jazz tanszékének is az igazgatója, vagy vezetője, az ének tanszaknak a vezetője, pontosabban, hogy kollégáját, és őneki van egy együttese, ami a Special Zone névre hallgat, ők játszanak ilyen kísérletező, kicsit népies, kicsit balkáni muzsikát. Ez egy kicsit válasz arra is, ami a Jazzpresso-nak is
is egy igénye, tudnélik mi azért tartjuk a kapcsolatot velük, rengeteget beszélgetünk, volt olyan, hogy körlevelet is, vagy egy papírt körbeadtunk, és feltettük a kérdést, hogy miket szeretnének ők is látni, hallani, és egyértelműen megfogalmazódott egyrészt Ágnes neve is, másrészt pedig az, hogy énekes produkció, és hát elsősorban énekes nők azért jelenjenek meg mindenképp, és ez igyekszünk tartani magunkat. Horváth Tojás Gábor triója fogja elhozni az új lemezanyagát, tehát az is egy lemezbemutató lesz majd novemberben, illetve decemberben egy nagyobb szabású gitáros estre készülünk, ahol meg fog fordulni itt majd a magyar jazz gitártársadalomnak egy elég fontos része, tehát mindenképp olyan reprezentánsok, akik fémjelzik a magyar jazz gitárt. Közben mi még szeretnénk, hogyha a zeneiskola is továbbra is közeledne, illetve még közelebb és közelebb kerülne a presszóhoz, meg kölcsönösen. Ilyen szempontból egy elég fontos lépés, hogy elhozzuk a zeneiskola ifjúsági jazzzenekarát is, mint egy előzenekart, illetve a jazzgitár kamarazenekart is, feltehetően majd a gitáresten még megfűszerezendő azt az estet felléptetjük. Az est házigazdája továbbá hozzátette, az évek során a programfolyamnak köszönhetően egy igazi jazzkedvelő baráti közösség formálódott itt a kerületben. A Jazzpresso szervezőinek fő célja pedig a színvonalas előadók meghívása mellett a szórakoztatás, melyre októberben is adódik alkalom, amikor Lakatos Ágnes énekesnő lép majd színpadra a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. Idén szeptemberben is számos kiállítással, szabadtéri programmal, valamint koncerttel készülnek a Vigyázó Sándor Művelődési Központ, illetve tagintézményeinek munkatársai. Az őszi programokról beszélgetünk Klei Mariannával, a Vigyázó Sándor Művelődési Központ igazgatójával. Üdvözlöm a műsorban Klein Mariannát, a Vigyázó Sándor Művelődési Központ igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Én is üdvözlöm a kedves nézőket. Még mielőtt rátérnénk az őszi programokra, először is arra kérném, hogy egy pár gondolat erejéig idézzük fel a nyáron megvalósult eseményeket. Melyek voltak ezek, és hogyan összegezni? Az elmúlt két évhez viszonyítva azt gondolom, hogy nagyon sikeres nyarat tudhatunk magunk mögött, hiszen a Covid után végre teljes nagyságában valósíthattuk meg azokat a nyári programjainkat, amit a korábbi években is nagyon sikeresen vezettünk. Gondolok elsősorban a nyári napközis táborainkra. Ebben az évben 16-18 különböző tematikájú tábort hirdettünk, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy minden táborunkat meg tudtuk valósítani, és nagyon magas létszámba vettek részt a gyerekek ezekben a táborokban, úgyhogy én azt gondolom, hogy örömmel teljesítettük ezt a vállalásunkat. És ugyebár a szeptemberi időszak a szabadtéri nagy rendezvények időszaka, már most ugye szeptember közepénél járunk, így már néhány programon túl is vagyunk. Melyek ezek, és hogyan sikerültek, hogyan látja? Szabadtéri rendezvényeink mindig nagyon sikeresek a kerületi lakosok körében, úgyhogy minden évben meg is rendezzük ezeket a rendezvényeinket. Túl vagyunk valóban a ligeti, a Rákos Csabai, a Rákos Kerti szabadtéri rendezvényeinken. Most a kora ősszel az Aranykút Fesztivál és a Virágtelepi Fesztivál valósult meg. Tulajdonképpen még egy szabadtéri fesztiválunk van, ez a Rákoshegy napja, amelyet október első napjaiban rendezünk meg. Ugyebár még javában vannak még programok a szeptemberi időszakban, melyeket tudná említeni, hogy mik várhatóak még? Elindult az őszi évadunk, ugyanálunk szeptembertől júniusig tart egy évad, és nagyon-nagyon rákészültünk, nagyon különböző programokkal várjuk a látogatókat. Minden tagintézmény és a Vigyázó Sándor Művelődési Központ is ezekre a programokra várja a szeretettel a hozzánk betérőket. Azok az ikonikus, régi, jól bevált programjainkat is visszük tovább, amelyekre mindig nagyon nagy az érdeklődés. Gondolok például a színházi előadásokra, a stand-up komedi előadásunkra,
De a felnőtt színházi programok mellett nagy sikerrel indítjuk ismét útjára a Bóbita gyerek színházi sorozatot, de emlegethetném a filmklubot, a jazzpresszót, a havonta megrendezésre kerül gyerekprogramokat a tagintézményeinkben. Októberben az őszi tálat a Csabaházban ismét megrendezésre került, tehát tényleg beindult a nagy üzem nálunk, úgyhogy van bőségesen programkínálat, amiből választhatnak a látogatók. Szóba is került, ugyebár, hogy október 1-én kerül megrendezésre a Rákoshegyi Napok. Ezzel kapcsolatosan milyen részleteket tudna említeni, milyen program várható? Ezt is ugye minden évben megrendezzük, és hagyományosan a Rákoshegyi Közösségi Ház udvarán, illetve az előtte levő útszakaszon. Azok a programelemek, amelyek az elmúlt években is nagyon nagy sikerűek, ugye ott a fakanáviaddal, a főzőversennyel kezdjük szokás szerint ezt a napot, de mivel Rákoshegy 100. évfordulóját ünnepeljük, ezért apróbb meglepetésekkel készülünk a nap folyamán ezzel kapcsolatban, amelyeket az odalátogatók majd meg fognak tapasztalni, és nyilván örömmel fogják fogadni, de igyekszünk a gyerekeknek a délelőtt folyamán különböző gyerekprogramokkal kedveskedni, kiállítást nyitunk meg, a felnőtteknek kis utcakoncertet adunk, és hát tulajdonképpen egész nap forgatag lesz a Hegyi Ház udvarán, hiszen a kézművesek, a vásárosok, a különböző játszatok ismét várják majd a betérőket. Említette a Bóbita színház bérletes sorozatot is. Ezzel kapcsolatosan milyen részleteket tudna említeni, milyen előadások várhatók, és évről évre hogyan látják, mennyire sikeres ez a program? Ahogy említettem, nagyon örülünk, hogy a Covid után sikerült visszahozni a kis látogatóinkat is, tehát az óvodák, iskolák nagyon gyorsan reagáltak megkeresésünkre, és nagyon-nagyon boldogan és büszkén mondhatom el, hogy ismét úgy néz ki, hogy teltházas előadásokkal tudjuk ezeket megvalósítani. Minden évben nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy nagyon minőségi, igényes, és valóban az óvodások és kisiskolások számára megfelelő műsorokkal készüljünk, és olyan színházi előadásokat hozzunk számukra, amelyek valóban nagy élményt nyújtanak nekik. És ugyebár ősztől a klubfoglalkozások, a tanfolyamok is újraindulnak, melyek lesznek ezek? Hát az ön teljes intézményhálózatunkban nagyon-nagyon sokféle tanfolyam indul, és legalább ennyi klub, közösség és egyéb ilyen civil szerveződés is várja a betérőket. Azt kell, hogy mondjam, hogy a teljes intézményhálózatban megközelíti a 150 tehát az a létszám, amelyről beszélünk. Ezeknek egy része valóban fizetős tanfolyam, a másik része pedig ingyenesen látogatható klubfoglalkozás, vagy egyéb olyan szerveződés, amelyekre szívesen jönnek be a látogatók. És októberben ugye a Nyugdíjas Szabad Egyetem is újra várja az érdeklődőket. Milyen előadásra számíthatnak a résztvevők? 2016 óta valósítjuk meg ugye ezt a Szabad Egyetem formát, ahol különböző tematika mentén kínálunk mindig programokat, természetesen a jól bevált számítógépes és nyelvi klub foglalkozások mellett, amelyekre tényleg folyamatosan jelentkezők száma. Minden hónapban egy-egy olyan tematikus ismeretterjesztő előadással készülünk, amelyek a nyugdíjas korosztálynak körében nagy érdeklődésre tartanak számot. Most októberben például a rákosmenti helytörténeti ismeretekbe kívánunk betekintést nyújtani, de a következő hónapokban lesz akár adventhez kapcsolódó ünnepi műsor, vagy az egészség megőrzéshez kapcsolódó ismeretterjesztő előadás. Tehát minden hónapban megpróbálunk más témát kínálni a nyugdíjas korosztály számára is. Beszélgetésünk során számos programot említettünk, illetve szóba került. Összességében egyébként mekkora munkával jár az, hogy a különböző kerületrészekben összehangolják ezt a sok-sok programot? Nagyon fontosat kérdezett, hiszen itt egy kerületről van szó, de a kerületrészek ugye önállóan működtetnek egy-egy kisebb tagintézményt a nagyvigyázó központi intézménye mellett, és mindig nagyon kiemelten figyelünk arra, hogy ezek a programok egyrészt ne üssék egymást, kapcsolódjanak egymáshoz, de azért mindenféle átszövést mégse tapasztaljunk, tehát ne ugyanazokat a programokat, ugyanazokat a fellépőket hozzuk egy-egy tagintézménybe. Ez több hónapos előre gondolkozást, tervezést igényel, és hát az egyes tagintézményekben dolgozó kollégák részéről nagyfokú kooperációt, hiszen ezeket mindig egyeztetjük értekezleteken, online formában, személyes találkozások alkalmával,
Tehát ezek ilyen több hónapra előkészített programokról beszélhetünk, amelyek valóban nagyon tudatosan felépített része a munkatervünknek. Én azt gondolom, hogy a Vigyázó Sándor Művelődési Központ, illetve tagintézményeinek programjai minden alkalommal igyekszik a legtöbb korosztályt megszólítani. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok a programjaik megvalósításához. Köszönöm szépen. Ennyi volt mára a Kaleidoszkóp, a Rákosmente Televízió kulturális magazinműsora. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így a jövő héten is, viszontlátásra!